Üdvözlet mindenkinek! Ez az Új Világrend Hírek röviden 2018.11.30-án az Infobubble csatornán. Számomra az utóbbi időszak legérdekesebb és egyben legbizarrabb híre az Celine Dion a közelmúltban indult gyermekdivat márkája volt. Nem feltétlen azért, mert ez olyan fontos a mi életünkre nézve, azonban szerintem sokat elárul arról, hogy hol is tart a világ és merre felé haladunk. Akik követik ezt a csatornát egy ideje, vagy akár a kezdetektől, azok tisztában vannak azzal, hogy a világ az egy egészen más hely, mint aminek a legtöbb ember gondolja, vagy aminek mi gondoltuk, akár csak néhány évvel ezelőtt is. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy teljesen meg tudjuk érteni ennek az üzenetét, ennek a márkának, illetve az egész jelenségnek, először egy kicsit távolabbról kell indulnunk. Az világos, gondolom, mindenki számára, és már én is többször hangsúlyoztam, hogy a világ megváltozott, és az, ami eddig okkultnak számított, vagy rejtettnek számított, ma már teljesen nyilvánvaló, leplezetlenül zajlik a szemünk előtt. A probléma az, hogy a lepel az okkultról, vagy a rejtett dolgokról átkerült az emberiség szemére. Az emberek tudata az, ami nem képes felfogni azt, amit tapasztal. Elmondják a dolgokat, mert tudják, hogy már mindegy, hiszen az emberiséget nem érdekli, de még ha érdekelné is, a legtöbb ember nem tudja felfogni, hogy mi is az, amit tapasztal. Kezdjük először röviden Celine Dionnal. Maga a név Celine a numerológiában, a káldeusiban 22, míg a márka neve Celinu 44. A név Celine vagy Celine egyébként egy női név, latin eredetű, és a jelentése az, hogy égi. A latin celestis szóból származik. A leghíresebb viselője pedig nyilvánvalóan Celine Dion, aki egy francia-kanadai énekesnő. Hasonló információhoz juthatunk a shenose.com weboldalról. Celine jelentése ég, vagy pedig menny, és a latin szóból származik, itt ugye a Salem van megjelölve. Ennek a névnek egy verziója a jól ismert Selena. Selena jelentése egyébként hold istennő. Egy másik verziója ennek, ami C betűvel íródik, ez szintén Selena, egy női név, melynek jelentése görögben a hold istennője. Tehát Selena, illetve Selene rokon eredetűek, mind kettő, illetve hát mind három valamilyen formában az égre, a mennyekre, illetve az égi testekre utal. Még egy érdekességet megemlítenék azzal kapcsolatban, amit itt írnak a numerológiáról. Arról beszélnek, hogy Selena megjelenése az a 22-vel kapcsolatos. Megpróbáltam már elmagyarázni, hogy én nem foglalkozom numerológiával olyan értelemben, hogy használjam a saját céljaim elérése érdekében. Én csak megpróbálom megfejteni ezeket a dolgokat, és az emberek elé tárni, hogy hogyan használja ezt a világot irányító elit, illetve az ellenség. Szóval Selena megjelenési száma, illetve az, ahogyan mi tapasztalhatjuk, az 22. Ezek az emberek egyébként erőteljes hatalommal és erővel jelennek meg az emberek életében, akikkel kapcsolatba kerülnek, karizmatikus vezetők, akik hatalmas célokat tűznek ki maguk elé, illetve vállalkozásokban vesznek részt nagy sikerrel. Ebben a blog bejegyzésben pedig azt olvashatjuk, hogy mind a Selena, illetve ennek különböző változatai, ugye görög, illetve francia eredetű nevek, mint pedig a latin eredetű Selena, illetve a francia Celine, azt jelenti, hogy hold, illetve hold istennő. A Dion név egyébként egy angol eredetű női név, a görög mitológiában Dion Zeus felesége volt, és Afrodité anyja. Maga a szó Dion egyébként a Dionysosból származik, aki nem más, mint a bor, illetve a mulatozás görög istene. A Britannica enciklopédiából pedig megtudhatjuk, hogy Dion az Szaturnusznak az egyik holdja. Ugye a gömbföld, illetve a végtelen univerzum világban Dion a negyedik legközelebbi hold a Szaturnuszhoz. 1684-ben fedezték föl, és nevét a Titán Óceánusz lányának a neve után kapta
aki Dion volt a görög mitológiában. Két másik kisebb hold társaságában kering egyébként, ezek neve szintén a görög mitológiából ered, Helena és Polydeuces. Dictionary.com oldalról ugyanezt tudjuk meg, egyébként Titán volt Dion, és Zeusnak az egyik felesége idézőjelben. Az asztronómiában pedig Saturnusnak az egyik holdja. Még ezt az utolsót megmutatnám, ez az English Oxford Living Dictionaries Dion bejegyzés, ahol gyakorlatilag ugyanazt tudjuk meg, amit már eddig is kiderítettünk, egyik Titán után kapta a nevét, aki egyébként Afrodité anyja volt és a görög mitológiában szerepelt. Szerintem érdekes a márkanév választás, ami ugye nu. Ez az angol new kifejezés, ami ugye újat jelent, ennek a fonetikus verziója is new, úgy mint új. A weboldal neve egyébként new world, ami azt jelenti, hogy új világ. Ennek megfelelően alakul egyébként a szimbolika is, amit használnak, sőt a színek, amit meg fogunk beszélni hamarosan. Még nagyon gyorsan hagyd mutassam meg, hogy a gemátriában hogy alakul a new. A zsidó gemátriában olyan szavaknak felel meg, mint a vízöntő kora, Manchester United, vagy a mindent látó szem, illetve az, hogy én vagyok a sötét főnix. Az éjszaka szemei, Pál apostol, illetve harp, földrengések. A zöld fény fiai, valamint az ember ellensége. Terror az egész emberiségre, és az emberiség végéről. Alfa omega energia, szenvedés és sátán, korrupt rendőrség, a kígyó magjai, vagy más szóval leszármazottai, az atya örök mennyasszonya, az illúziók valóságok, valamint a démon család. Mielőtt rátérnénk a reklámra, illetve a videóhirdetésre, a gyerekekre, a képekre, a ruhákra, a szimbolikára, néhány dolgot szeretnék megmutatni. Az, ami történik a világban ma, az egyértelműen egy sátáni hatás eredménye. Az ellensége az, aki a háttérben dolgozik és megtévesztette az egész világot úgy, ahogyan az az írásokban 2000 éve le van írva. Szépen lassan évszázadok alatt az ellenség elhitette, elcsábította az egész emberiséget, a föld egész kerekségét elhitette. Az, ami régen mágia volt, vagy egy sötét erő, az már a természetes lett, az már a tudomány, az már a része az oktatási rendszernek, sőt, annak az alapját képezi. Ez ömlik a videókból, a filmekből, a zenéből, és most már láthatjuk, hogy a divatból is. Ennek a szemléletnek az alapja az, hogy a jó és a rossz azok a relatív fogalmak, és mindenki meghatározhatja magának, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez nagyszerűen látszik ezen a képen. A fekete-fehér színek használata is erre utal, a jóra és a rosszra. Arra, hogy az emberben van egy jó, és van egy rossz, és ez természetes, és ezt nekünk el kell fogadnunk, és ezzel együtt kell élnünk. A sötétség és a világosság, az éjszaka és a nappal, a hold és a nap, a fekete és a fehér. Amint lent, úgy fent. A két világ egyesülése adja az ember, a spirituális, illetve a fizikális, a jó és a rossz, a fekete és a fehér. Egy örök párharc az, ami dúl az emberben. Azért használom az írásokat néha, mert próbálom az emberekkel megértetni azt, hogy annak ellenére, hogy a legtöbben nem hisznek ebben, az nem változtat azon a tényen, hogy a világot uraló elit és az egész világ ez alapján működik. Egy sötét erő dolgozik a háttérben, mely része a teremtő tervének. A teremtő ezzel választja el a sötétet és a világosságot, a jót és a rosszat, a feketét a fehértől, a bárányt a kecskétől, a bal oldalt a jobb oldalt. Nála nincsen keveredés. Ennek az ellentéte a keveredés. Satán, az ellenség és a világot uraló elit mindig az ellenkezőjét csinálja, mint ami le van írva. Az, amit Céline Dion hirdet, az is az ellenkezője ennek. Ez János, első fejezet, 5. vers, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Két út lehetséges, az egyik a világé, a másik pedig a teremtői. Mindenki meg fogja látni, hogyha megvizsgáljuk Céline Dion nu márkáját, hogy a világ az ellenség útját hirdeti, a keveredés útját hirdeti, azt, hogy minden elfogadható, és a jó és a rossz azok relatív dolgok, és mi eldönthetjük, hogy mi az, amit választunk ebből.
mindenféle következmények nélkül. Figyelje meg mindenki ezt a képet, és észre fogja venni a dolgok keveredését minden szinten. A fekete és a fehér, a fehér hold, illetve a fekete hold, a fent és a lent, az állat, illetve az ember, a bárány és a kecske, a férfi és a nő, a spirituális úgy, mint az angyali, és a fizikális az emberi. Az ellenség a szimbólumok nyelvén kommunikál, és szerintem ez beszédes, ez a szobor egyébként Arkansasban található, ami Baphometet ábrázolja két kisgyerekkel, egy fiúval és egy lánnyal, azonban láthatjuk, hogy az ő elképzelésük a nemekről vagy a genderről egészen más. Az elit számára az ellenség, vagyis Lucifer az, aki a fényt adja, nem pedig a teremtő. Az, amit ők fénynek hívnak, az a tudás. Mi tudásnak ismerjük azt, amit ők világosságként értelmeznek. Az ember a tudás összegyűjtésével, felhalmozásával és megszerzésével képes lesz egyesülni majd a spirituális világgal. Amint fent, úgy lent. Az ember kidolgozza magának a megváltását. Mindenki, aki valami ehhez hasonló filozófiát vagy életszemléletet követ, az gyakorlatilag Luciferben hisz, és őt szolgálja azáltal, hogy saját magát helyezi abba a pozícióba, hogy képes lesz majd a jövőben kidolgozni, kimunkálni a saját megváltását. A piramis, illetve a háromszög ezt reprezentálja, ahogyan az ember halad fel a fény felé vezető úton, a tudás felé, és folyamatosan halmozza fel azt, érti meg a világot, gyakorlatilag kidolgozza azt. Az égi testek ezek a spirituális lények, melyeket a világot uraló elit és az egész világ tudatlanságában szolgál. A nap, a hold, a csillagok. A piramis egyértelműen visszavisz minket a naphoz, ami számukra az életnek a forrása. A lényeg Hasatán vagy Lucifer számára, hogy a teremtőt elrejtse a háttérben a világ elől, még akkor is, ha őt nem ismerik személyesen, az ember azáltal, hogy elfordul a teremtőtől, automatikusan a másik utat választja. Ezért van az, hogy az egész világ ugyanazokat a szimbólumokat használ, hiszen mindenki ugyanannak adja át az erejét, a tiszteletét, az energiáját, az erőforrásait, saját magát áldozza fel tudatlanságában. Akkor most már érthető a szimbolika és a színek, amelyeket használ Celine Dion nő márkája, a fekete, a fehér, a piramis, az új rend, amit nő hirdet, az ugyanaz, amit minden más, amit az emberek a világból megismernek, amiért rajongnak. Az pedig nem más, mint a teremtő rendje elleni lázadás. Az, hogy az ember az, aki meghatározza az életet, a jövőjét és a saját sorsát, és eldöntheti, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a fekete és hogy mi a fehér. Ez az ő saját leírásuk magáról, erről a márkáról vagy brandről. Ez egy alternatív divat vonal. A tipikus gyermekruházattal szemben, és a céljuk az, hogy a hagyományos divat ellen menjenek. Arról beszélnek, hogy a fekete-fehér színek alkalmazása, illetve maga a szimbolika azért szükséges, hogy egy minimalista stílus teremtsenek azzal szemben, ami ma jellemző a gyerekdivatra. A nu-nu-nu image egyébként legalábbis a célja az, hogy egy elszakadást, vagy azt a fajta légkört teremtse meg, hogy az ember elszakadt ezektől a tradícióktól. Nem arról van szó, hogy aranyos, vagy kedves, vagy édes a gyerek, hanem arról van szó, hogy a kihívásra készen áll. Magyarul a lázadásra. Nem meghatározza a különbségeket, hanem inkább összemossa őket. Elhomályosítja a határvonalakat, és a különbségeket, illetve az elválasztó tényezőket jelentéktelenné teszi. És ez a kép nagyszerűen reprezentálja, hogy mi az, amit ők képviselnek, ugyanis az egy nehéz feladat megmondani, hogy ezek az emberek férfiak vagy nők. Ez, és mint minden más, ami a világot jellemzi, a teremtő rendje ellen megy. 1 Mózes 1:27-ben ezt olvashatjuk. Teremté tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremté őt férfiúvá, és asszonnyá teremté őket. Ezt egyébként a megváltó maga megismételte. Azt mondja, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket? Azt szeretném, hogyha mindenki megértené, hogy amikor nu-nu-nu azt mondja magáról, hogy két nő
találta fel ezt a világot, akkor az sokkal-sokkal többet jelent, mint csupán egy információ erről a márkáról. Amit Nununu képvisel, az ugyanaz, amit Lucifer vagy Hasatán képviselt a kezdettől fogva, a teremtő rendje elleni lázadás. Céljuk az, hogy a sztereotípiákat eltöröljék, illetve az elfogadott normákat megszüntessék. Arról beszélnek, hogy a való világban az emberek nem feketék és fehérek, hanem kevertek. Nem férfi és nő, hanem a kettőnek a keveredése. Ami Nununu-nak számít, illetve ami az ő céljuk, az az, hogy az egyén szabadságát, kreativitását biztosíthassák gyerekkortól fogva. Ahogy mondtam, a lényeg az egyénen van az, hogy az ember azt csinál, amit akar, ő dönti el a sorsát és a jövőjét. Kiveszi a teremtő kezéből az irányítást, és az ember a teremtmény kezébe adja. Ezért olyan nagy a sikere. Ha valaki nappal jár, az nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát, de aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincsen abban világosság. Nem keverhetjük össze a kettőt, a fekete és a fehér nem keveredhet. Ha valakiben keveredik a fekete és a fehér, az nem fehér. Az nem a világosság gyermeke, az a világ gyermeke. Ez az, amit az elit akar. Satán nem azt akarja, hogy mindenki nyíltan őt szolgálja. Neki elég az, hogyha összekeveri, hogy mi a jó és mi a rossz, a fekete és a fehér, hogy mi a világosság és a sötétség, ezáltal elcsalja az embert arról a keskeny útról, amit a teremtő kijelölt számunkra. Arról beszélnek, hogy egy harcos mentalitásra van szükség annak érdekében, hogy a divatot megváltoztassák, hogy eltöröljék a tradicionális definíciókat, és a fiatal embereknek a választás szabadságát megadják, hogy eldöntsék, hogy ők kicsodák. Arra gondol, hogy ők mik, férfiak vagy nők. Nununu öltözteti a jövő gyermekeit, segítvén őket, hogy az ő saját személyiségükkel, annak kreativitásával kapcsolatot teremtsenek. Hogy egy olyan jövőt alakítsanak ki maguknak, ahol ők azok, akik eldöntik, hogy mik az ő saját határai. Ők így képzelik el ezt a jövőt. Meg fogok mutatni néhány képet, hogy mindenki lássa, ez az egyik ezek között. Az vak, aki nem veszi észre azt, hogy mi történik ma a világban. Vaknak kell lennie ahhoz, hogy ne lássa azt, hogy mik azok a szimbólumok, amiket ezek az emberek használnak. Hogy ezek a maszkok, a koponyák, a csontok, az ötágú csillagok, a fekete-fehér mind-mind visszavezet az okkult világba, akik Hasatánt, Lucifert, az ellenséget szolgálják. De ez a kép is egy nagyszerű példa erre. Mit keres egy gyermek márka képén egy csontváz, ami a gyerek fejét markolja? Természetes, hogy láthatjuk a szem szimbolikát, ugye az egyik szemeit kilátszik, sőt, itt a háttérben Celine Dionnak is csak az egyik szeme az, ami látható. Ugyanúgy ezen a képen, ahogyan ezen a képen, Hasatán, Lucifer és az elit a gyermekeket támadja meg, hiszen ez az a generáció, amire neki szüksége van. A Nununu World, vagyis az új világ megteremtéséhez. A világ odáig fajult, hogy egy újszülött ruháján koponyákat láthatunk, meg mindenféle halálkultuszt. Itt van néhány ezek közül, ahol szintén koponya, csontok, az egy szem, a fekete-fehér színeknek a szimbolikája végig vonul ezen az egészen. Ez, amit ők csinálnak, az alakítják át a világ gondolkodás módját, és feje tetejére állítják az egész világot. Mindaz, ami eddig jó volt, rossz lett, és ami rossz volt, az jó lesz. A csillag, gondolom, nem kell bemutatni senkinek. A csillag reprezentálja azokat a bukott angyalokat, akiknek az ellenség vezetésével a teremtő átengedte ennek a gonosz világnak az uralmát. Ők azok, akik vezetik az elitet azért, hogy elválassza a teremtő a jót a rossztól, hogy megnézze, hogy mi az, ami az emberek szívében van. Ő az, aki hagyja ezt, de mi vagyunk azok, akiknek meg kell látnunk ezeket a dolgokat, és át kell alakítanunk azt a módot, ahogyan éljük az életünket. Nem követhetjük a világot, és mondhatjuk azt, hogy mi jók vagyunk. A világ alapvetően gonosz, és ha ez nem nyilvánvaló valakinek ezekből a ruhákból, akkor az az ember kénytelen lesz magát tovább fejleszteni, hogy meglássa azt, ami ott van a szeme előtt. Ezek például azok az ajándékok, amelyeket lehet rendelni erről az oldalról gyerekeknek.
fel fog nőni egy nemzedék, akinek természetes az, hogy koponyák, csillagok, holdak, napok, mindenféle okkult szimbólumok veszik körül. Egy nemzedék már így is felnövekedett, hanem több, aki teljesen el van távolítva a teremtő rendjétől. Ezek az emberek azt gondolják, hogy ők azok, akik eldöntik, hogy mi a jó és mi a rossz, és minden, amit gondolnak vagy éreznek, az a valóság. Még néhány dolgot megmutatnék ebből a hirdetésből, az egésznek a linkjét pedig megtaláljátok a leírás részben. Az üzenet a reklámnak egyébként le van írva feliratként, és arról szól, hogy a mi gyermekeink azok nem is a mi gyermekeink. Mi csak egy apró részei vagyunk a gyermek életének ebben az univerzumában. És mi mindannyian csak az életnek ebben a véget nem érő láncolatában vagyunk egy apró porszem, ami gyakorlatilag nem más, mint a New Age filozófia. Hogy mindannyian részei vagyunk a nagy egésznek, az univerzumnak, és halálunk után ezzel fogunk egyesülni, és beleolvadunk mindenféle probléma nélkül, és tovább élünk majd valamilyen más formában. Mi vagyunk azok, akik létrehozzuk a gyermekeket, azonban ők azok, akik megválasztják a saját sorsukat. Ez pedig nem más, mint a lázadásnak a programozása már a kezdetektől fogva, az, hogy a gyermek az, aki eldönti, hogy mi történik vele, és nem a szülő. Ahogyan besétál erre a gyermekosztályra, vagyis újszülött osztályra, még ott fiú, lány, babák vannak, tradicionális színekbe öltöztetve. Azután megjelenik Celine Dion, láthatjuk a holdat, mind a két oldalon, ugyanúgy, ahogyan láthatjuk azt itt. Celine Dion itt már feketébe van öltözve, és egy fekete táskát hozott, amin egy fehér kereszt található. A kereszt egyébként egy ősi szimbólum, sokkal évezredekkel megelőzi a kereszténységet, és a pogányok használták az idők kezdete óta. New World Encyclopedia arról ír, hogy a kereszt már a kőkorszak óta létezett úgy, mint szimbólum a különböző barlangok falán. Ősi Egyiptomban ugye az Ang keresztet szintén használták. A halál utáni élet isteneinek reprezentációjaként, akik az élet ajándékát az emberiségnek adták. Erőt, illetve egészséget szintén jelképez. Időszámításunk előtti 5. században már Iránban találtak hasonló jeleket a falra festve, illetve a falra karcolva. A bronzkorban szintén előfordultak ezek a jelek. Ez a pogány szimbólum az, ami megtalálható ezen a táskán. Felhívnám a figyelmet egyébként az öltözködésére és úgy általában erre a viselkedésre, ami megtestesíti az ellenállást, a lázadást, illetve a konfliktusra való felkészülést. Az, hogy Celine Dion állítólag nő, az csak fokozza ezt az egész dolgot és ennek az erejét, magának a jelenetnek az erejét. Ugyanúgy, ahogy a Nu márka kitalálója, az a két nő, Celine Dion szintén a nő az, aki vezeti a világot, aki átalakítja a világot az érzelmeire, az érzéseire, az intuíciójára hallgatva, ami a problémát okozta már a kezdetekben is. Ezután előkerül ez a varázspor, ez a fekete por, amit ő szétfúj ezen a gyerekosztályon, és minden megváltozik. És ebből a színes világból, a fiú, lány, férfi, nő világból egy egész más új világ alakul ki. Átváltozik ezzel a fekete-fehér világgá, ahol ez a két kereszt világít a falon, eltűnik a fiú és a lány, és megjelennek ezek a furcsa teremtmények, és ezek az okkult szimbólumok a ruházaton. A csillagok, a keresztek, és eltűnik a fiú-lány megkülönböztetés, ahogyan ők azt szerették volna, hogyha ezek a különbségek, a választóvonalak elhalványodnak, illetve eltűnnek, és mi vagyunk azok, vagyis a gyerekek, akik meghatározzák az ő sorsukat, eldöntik, hogy ők micsodák. Nincsen többé igaz vagy hamis. Mindenki eldönti magának, vagy gonosz, vagy jó, hogy mi a valóság. Ez az új rend, amiről beszél Celine Dion, illetve ez az üzenete ennek az egész reklámnak, és mindannak, ami folyik ma a világban. Szerintem érdekes, hogy még a rendőrségi jelképei, azok a szimbólumok, melyeket a rendőrség használ, azok is megegyeznek ezzel az új világ, illetve az új világrend szimbolikával. Ha valakinek ez hihetetlen, vagy úgy gondolja, hogy ez csak egy összeesküvés elmélet, én azt is teljesen meg tudom érteni. 36 évbe telt, amíg felismertem, hogy mi is a valóság a színjáték mögött, hogy mi a valóság, mi az igazság, és hogy hogyan működik a világ. De mióta ez megtörtént, és felnyílt a szemem, és megnyílt az elmém a valóságra, a teremtő segítségével, azóta lehetetlen nem észrevenni ezeket a jeleket mindenhol magam körül.
Remélem hasznosnak találtátok a videót, ez volt az Új Világrend hírek röviden 2018. 11. hó 30-án az Infobubble csatornán. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!